Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Bő egy hét múlva elstartol a Fezen immár 22. alkalommal itt Székesfehérváron, és július 24-től egészen 27-ig várják a fesztiválozókat. Stúdiónk vendége Kovács Antal főszervező. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nos, hát a tavalyi számadatok, ha jól rémlenek, akkor több mint 40 ezer látogató volt a fesztiválon. 44, de kiszámolja, igen. Hát több mint 40, 44. Szép szám, ugye a 4 nap alatt. Az idei esztendőben is egy tartalmas 4 nappal készültök, több mint 100 fellépővel. Egy változás van a tavalyi évhez képest, hogy nem 4 napos a fesztivál, hanem igazából 3+1 napos, vagy 1+3 napos. Tehát a szerdai napot ezt egy picit lebutítottuk egy érkező napnak. Egyrészt rendkívül magas volt a tavalyi fesztiválnak a költségvetése, másrészt azt látjuk, hogy egy ekkora országos fesztivál dömpingbe, ami csak a környékünkön van, tehát ugye előttünk, most fejeződött be ugye egyszer a Rock Marathon, meg az EFOT, előtte ugye a Volt, velünk egy időben van ugye a mezőtúr művészetek, vagy a stb., hogy nem biztos, hogy nem biztos, hogy 4 napos fesztivált kell csinálnunk. És egyelőre ennek elég jó is a fogadtatása. Az, hogy mindenképpen tartalmas, az biztos, mert hogy a szerdai nap annyiból kevesebb talán, mint a többi, hogy a 2 nagy színpad nem üzemel, de ugye a 2 nagy színpadnak minősülő nagy sátor az megy, ugyanúgy van külföldi produkció, annyi, hogy egy csökkentett, tehát 50% alatti jegyárral megy az érkező nap. Mikortól lesz majd kapunyítás, gondolom most is lesznek kempingjegyek, és mindenki jöhet sátorral, aki úgy tervezi? Igen, a kempingben is van egy annyi változás, hogy mivel ott ugye az amerikai foci sikerek miatt az egyik pályát azt megcsinálták műfüves pályává, így itt csak a center pályán lehet majd kempingezni, tehát korlátozott 756 talán annyi sátorhelyünk van, ez szerintem szépen lassan el is fog fogyni. 24-én szerdán délelőtt 10-kor nyílnak a kapuk, minden reményeink szerint pontosan 10-kor, egyelőre úgy néz ki, hogy az engedélyek minden egyéb összeállt, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. Fellépők, hogyha már a fellépőket ugye említettük, hogy rengetegen lesznek, mégis kik a húzónevek, milyen stílusban érkeznek ide majd az előadók? Ugye a Fezen az minden évben, nem az, hogy minden évben, én mindig azt mondom a Fezerről, hogy ez egy ilyen 50-50%-os fesztivál. Tehát 50%-ban szól az idősebbeknek, fiataloknak, 50%-ban pop, 50%-ban rock. Erre az arányra mindig próbálunk is figyelni, ilyen azért nem szabad elfelejteni, hogy hiába tette föl Székesfehérvárt így Európa Fesztivál térképére a Fezen, azért ez mindenképpen egy székesfehérvári fesztivál, mint ahogy egyébként a Soproni Volt Fesztivál se tudja kirekeszteni a soproniakat, sőt, nyilván. Nekünk is nagyon fontos az, hogy a város kvázi közepén van, hogy azért a fehérvári lakosoknak is olyan programok legyenek, amiket ők szívesen fogadnak. És ezért is próbálunk erre az arányra figyelni. Hát a rock metal felhozatal az szerintem rendkívül erős, ugye az egyértelmű húzó neve a fesztiválnak, ez a Dream Theater nevű progresszív amerikai heavy metal zenekar. Ők ugye 2011-ben már voltak, az addigi minden idők néző csúcsa volt, tehát jól működött. Mellettük lesz ugyanazon a napon az Arch Enemy nevezetű, egy ilyen extrém metal zenekar. Akkor van az Airborne-nak, itt én egy AC/DC 2-nek hívok, szintén egy ausztrál testvérpár által üzemeltetett hard rock zenekar. Van még a szélsőségből a Cradle of Filth, nekem van gyerekkori kedvencem a Queenstrike, de van Life of Agony, van ismét Ignite. Hát és ugye nyilván a hazai húzó nevek azok ott vannak, annyi, idén nincsen tankcsap, de ezt megkaptuk, hogy úristen, most miért nincsen tankcsap, nincsen minden évben tankcsap, de ennyi. De hogy ami nagyon szerintem kifejezetten jó dolog, hogy a Fezen az egyetlen egy fesztivál fellépése ugye az újonnan összeállt Hobóbil párosnak, akkor próbáltunk szintén a nagy öregekre figyelni, ugye lesz idén Kártágó a Fezenen, Ossian, Kalapács, ismerős arcok, stb. Tehát hogy úgy gondolom, hogy egy elég széles, így van, klasszikus dolog. És a popzenében is úgy gondolom, hogy rendkívül erős, ugye visszatérő vendég az ausztrál Dubfx, akkor ami számomra egy nehéz szülés volt, de úgy gondolom, hogy eredményes lesz ugye ez a Thomas Anders a Modern Talkingnek, ugye az egyik tagja, ezt úgy látom, hogy egyébként pont a városi népek ezek kifejezik. Fölkapták egyébként, én ahogy néztem a közösségi oldalon, mindenki rárepült. Mindenki. Akkor ugye külföldi fellépőként még van egy világklasszis DJ, a Fed Legrand, aki ugye popzenében is, hát természetesen
a nagy magyarok az Ákos Majka halott pénz, Velhelló BSV-től kezdve tényleg az, tehát 125 program van egészen pontosan, és akkor ezen kívül vannak egyébként nem zenei programok is. Sőt, hát azt hiszem pont a Fies Gábor írta az fmc.hu-ra, hogy a Velhelló külön óriás plakáttól is kampányol, azt hiszem a Fezem mellett, de nem akarok butaságot ezt mondani, mint hogyha tudom. Ilyen. Én már láttam a tervezett megjelenések között, úgyhogy majd lesz egy ilyen izgalmas hír is. A helyiességét hangsúlyoztad a Fezennek. Ugye mondjuk például azt is lehetett olvasni az elmúlt hónapokban, hogy a biztonságos szórakozóhelyek egyesületnek az egyik ilyen alapvető célkitűzése a Fezenen is megvalósult, te mint ugye főszervező ötletgazda. Ezt is kiemelted azon a sajtótájékoztatón. Hát annyi, hogy a Fezenen ugye mint újonnan alakult civil szervezet jelen lesz valóban a Székesfehérvári Zenei Szórakozóhelyek Egyesülete, ami ugye létrehozott egy kvázi védjegyet. Ugye ez az úgynevezett biztonságos szórakozóhely minősítés, amit nem magunkat minősítjük, hanem nyilván a rendőrség és a katasztrófavédelem párban lesz az, aki egyébként így nyár végén, őszelején elvégzi majd az egyesület tagjaihoz tartozó szórakozóhelyeknek a minősítését, ami úgy gondolom, hogy egy abszolút unikális és remélem, hogy hagyományteremtő kezdeményezés az országban. Igazából a saját magunk közönségét hivatott megvédeni, tehát számunkra is fontos, hogy ne beteg generációk kerüljenek ki utánunk, hogy minden szülő nyugodtan elengedhesse a 10-20 éves gyerekét egyébként szórakozni. Ez rendkívül fontos. Ugye az én gyerekkoromban nem volt jellemző a kábítószerfogyasztás, mi még azért, hogyha bemerészkedtünk esetleg 16 évesen egy kocsmába, akkor azért figyeltek ránk, az öregek tudni kellett viselkedni. Úgy látom, hogy a mai fiataloknál azért nem mindenhol hozzák otthonról ezeket a szabályokat, és nekünk ugye, mint fesztiválszervezőknek, vagy szórakozóhelyüzemeltetőknek mindenképpen feladatunk az, hogy a saját közönségünkre vigyázzunk. Úgyhogy erről szól, remélem, hogy ez az üzenet ez át is fog menni mindenkinek. És említetted a civilek is folyamatosan bemutatkoznak a fesztivál területén. Ugye idén is van egy civil utca, ez a Fezen Klubbal átelemmel lévő ilyen picit emeltebb 80-100 méteres szakasz. Nem szeretném ma megkérdezni, hogy milyen civil szervezetek lesznek. Rengeteg mindenki bemutatkozási lehetőséget kap az elmúlt évben. Minden évben van 6 vagy 8 civil szervezet, aki előzetesen leadja az igényeit, nyilván mi megszűrjük őket, és akkor kiválasztjuk, hogy kik azok. Nyilván vannak állandó visszatérők, a szenvedélybeteg segítők, vagy a fehérvári heti betevő, akik számunkra is egyébként rendkívül fontosak, mert maguk a célok úgy gondoljuk, hogy végtelenül nemesek. Érdekes, most mondtam, hogy nem tudok semmit, de például már harmadikat mondom, akit tudok, ugye az Országos Meteorológiai Szolgálat is kint lesz, ami egy viszonylag érdekes aktivitást visz. Akkor az egyik dohánygyárnak lesz, számomra nagyon paradox egyébként a dolog. Dohánygyár? Egy dohánygyárnak lesz kint egy olyan installációja, ami a dohányzásról való leszokást segíti elő. Mondtuk, hogy jöjjön. Csodálatos. Sőt, a Vörös Kereszt is megy, mert pont velük... Igen, mert ugye ez is valamelyik nap a híradásokba került el, hogy például ott is lehet vért adni, mert véradásra, meg véradókra mindig szükség van. Úgyhogy ez is ott lesz. Helyi tehetségek kapnak-e bemutatkozási lehetőséget? Ez is egy ilyen hagyomány volt. Ez minden, ez nem is az, hogy hagyomány, hanem gyakorlatilag a Fezennek szerintem az alapvetése, hogy ez kell. Most ugye a Fezen 97-ben az eleve úgy indult el, hogy helyi zenekarok álltak össze. Ugye a legelső szabadtéri rendezvényen azt hiszem, hogy 10-10 vagy 11-11, ugye ez egy kétnapos dolog volt a Vidámparkban, és akkor valahogy oda szerveztük a Takács Tamás meg a Kispál és a Borzot. És ugye hát nyilván ez fordult, mert mások azért most már a piaci igények, de én úgy gondolom, hogy egyrészt nekünk gazdasági érdekünk is, meg kötelességünk is a saját klubzenekarainknak az utánpótlásáról gondoskodni. Másrészt meg lévén azért ezt abszolút amatőr zenészként kezdtük ezt az egész fesztivált. Én úgy gondolom, hogy ennek a múltnak hát ha nem is a szembeköpése, de az ettől a múltól való elfordulás lenne, hogyha egyébként a helyieknek nem adnánk lehetőséget. Nyilván nem csak a helyieknek, tehát azért a 125 produkciónak körülbelül a fele az, ami az első, másod, harmad vonalbeli zenekarokat jelöli. Lehet, hogy egy picivel több, mert azért úgy gondolom, hogy a Fezennek rendkívül erős a felhozatala, de ebből a 125 produkcióból legalább 50 az, aki most bemutatkozó zenekar. Ugye kifejezetten ügyelünk a helyiekre, én pont annyira vagyok lokálpatrióta, hogy ez mindig fontos volt nekem.
és ugye 20 fehérvári zenekar is van a 125 produkcióból, ennek ugye a polgármester úr is nagyon örül, de hát ez tényleg rendkívül fontos, mert egyrészt most már a városban hál' Istennek nem csak a Fezen meg a Petőfi van, aki élőzenével foglalkozik, hanem ugye akár a 8-as, vagy néha a Paraba. Az rendkívül fontos, hogy ezeknek a zenekaroknak legyen tere. Most ha a Fezen annyit tud segíteni, hogy 20 emberrel, 50-nel, 100 emberrel több van a következő koncertjén, az rendkívül fontos. Abból tud a zenekar is nőni. Abból egyébként nem tudunk nőni, hogy most kiírjuk, hogy van egy tehetséggondozás, vagy meghallgatják, vagy nem. És szerintem az egész, már bocsánat, hogy így mondom, egy baromság, pláne mondjuk egy amatőr rock zenekar szintjén abszolút nem releváns, hogy most mi van. De lehet, hogy tényleg, amit mondta, hogy belefutnak, ott megtetszik, megismerik, és az fontos. Ott van összegyűjtve gyakorlatilag a saját közönsége, ugye mivel a Fezen fele-fele, ezért nyilván, ha van mondjuk napi 10-12 ezer ember, akkor az azt jelenti, hogy legalább 5-6 ezer ember mondjuk rockzeneorientált, vagy popzeneorientált. És azért hál' Istennek az emberek nyitottak. Én nagyon féltem attól, hogy összeengedni a műfajokat, de hát végül is a zene az egy abszolút univerzális, egy közös nyelv. Tehát, hogy annyira mindegy, hogy te most szereted a rockzenét, vagy én szeretem a rockzenét, vagy a popot. Igazából engem egy dolog a lényeg, hogy értéket hozzon létre az az adott fiatal. Még nem tudok nagyon nyitni a DJ-k fele, mert nem nagyon értem azt, hogy abba az alkotás micsoda, de egyre inkább látom, mert nyilván vannak körülöttem is sokkal fiatalabbak. Én még azért maradok így ortodox módon az élőzenénél, de hogy az rendkívül fontos, hogy teret kapjanak. Sokkal fontosabb az, hogy szerintem, hogy valaki tényleg összespórolja az első 20-30-40 ezer forintját valami vacak gitárra, vagy teljesen mindegy, hogy mire, és kezdjen el alkotni. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma jelen, hát nem társadalmunkkal, de azért azt mondom, hogy ezzel a pár generációval, hogy rengeteg a romboló, meg csak az úgy létező ember, és nem az alkotók, és szerintem alkotókat kell mindenképpen magunk után hagyni, mert abból van továbbépítési lehetőség. Fiatalokról beszéltünk, céloktól, célkitűzésekről beszéltünk, amikor mondjuk annak idején 97-ben elindult ez a program, ahogy említetted, még a régi Vidámpark területén, akkor mondjuk ezt vizionizáltad? Tehát ezt sejtetted, hogy ez lesz 22 év múlva, hogy ekkora nagy fesztivál lesz a Fezen, vagy azt szerelemből csinálta az ember, és utána folyamatosan próbálta? Hát, jó, én nem szerettem volna szerintem fesztivált. Nem. Akkor rajtad maradt. Hát részben igen. Részben igen. Tehát, hogy ez nagyjából úgy alakult, hogy ugye 95-6 környékén, ugye a 90-es évek elejétől voltak ilyen gimnáziumi zenekarok, vegyültünk jobbra-balra. De elég nagy élőzenés élet volt. És ugye a 90-es évek közepén berobbant a szkúter, és mindenki elkezdett diszkóba járni. És ott álltunk, nem értettük, hogy mi ez a tuccogás, van benne két hang, kiabál az a szőke gyereket elől, össze-vissza, se dallam, se sem, és aki addig rockkoncertre járt, annak is a nagy része elkezdett diszkóba járni. És rájöttünk, hogy ezt nem lehet máshogy megoldani, csak úgy, hogyha szerveződünk, és egységben vannak a zenekarok, tehát hogy inkább megpróbálunk egyfajta tömörülést csinálni, hogy akkor több zenekar áll össze egy-egy koncertre, és akkor több ember van, és akkor hátha. És végül is így alakult az első Fezen, amit senki nem fogadott be annak idején, egy akkori technoklub fogadott be, a Bronx nevezetű, a későbbi Fezen klub szomszédságában lévő, de mondom, egy abszolút technoklub, amikor mentünk építeni délután kettőkor, ugye ezek még ott nyomták az afterpartit, semmit nem értettünk belőle, ugye 10 éves gyerekként. És volt egy a Vidámpa, ugye az első szabadtéri dolog, az úgy alakult, hogy ennek a 97 márciusi első fehérvári rockfesztiválnak a sikerén felbuzdulva, ugye csináltunk egy 3 hónapos, egy májustól szeptemberig tartó 3 hónapos etapot a Vidámparkba, Sörsátrat, aminek egy pár éves hagyománya már volt előttünk, és akkor vettük át, és ennek a szezonnak a záró bulia lett gyakorlatilag az első, vagyis hát a második fehérvári rockfesztivál, de hogyha már így fezenezünk, akkor Fezen. És nem akartunk szerintem mi ennél többet annak idején. Nyilván szerettünk volna valami nagy zárást csinálni annak a szezonnak. Borzasztóan nyögvenyelős volt, ugye 10 óra 1 perckor mindig ott voltak a lakók, pedig hát a mai fülünkkel, szemünkkel nyilván egyáltalán nem volt hangos. De az is biztos, hogy 97-ben azért más volt az embereknek az inger küszöbe, mint most, mármint a nagy szabadtéri rendezvények iránt. És gyakorlatilag az első ilyen szabadtéri rendező nyilván elég nagy mínusszal zárult, és hát akik azért körülöttem voltak, ott azért nagy része így elröppent, tehát amikor így ki kellett volna fizetni, hát én se tudtam nagyjából miből, tehát muszáj volt egyébként ezt továbbvinni, és akkor lett belőle a második, harmadik, nyilván ez
ahogy mi is elkezdtünk például a rendezvénytechnikával foglalkozni, akkor mondhatom azt, hogy exponenciálisan nőtt maga a fesztivál. Nagyon jót tett neki az, hogy a Vidámparkból elköltöztünk a Bregyóba, nyilván akkor kezdett el magának nevet szerezni, volt rengeteg sikeres év, még több gazdaságilag sajnos sikertelen év, de hát az, hogy ekkora fesztivál lett belőle, az szerintem olyan a 2000-es évek elején kezdett el tudatossá válni, hogy ebből van értelme csinálni egyébként egy ekkora rendezvényt. És most már itt vagyunk, hogy a 22. alkalommal lesz kapunyítás. Bizony, már túl vagyunk a tínédzser koron is. Nos, hát én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy kis ízelítőt adtál, és azt gondolom, hogy a fezen.hu mindent megtalálnak ezzel kapcsolatban, a rendezvényel kapcsolatban az érdeklődők. Köszönöm hogy itt voltál. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, természetesen a Fehérvár Média Centrum felületein beszámolunk majd folyamatosan az előkészületekről és magáról a fesztiválról is. Viszontlátásra!